Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Önök a TV Eger heti sport összefoglalóját, az Agria Sportot látják. Ugye az előző héten, hétfőn a donornak miatt nem volt sportműsor, úgyhogy mivel esemény azért volt, úgy gondoltam, hogy picit visszatérünk arra a hétre, illetve azt megelőző hétvégére, ugyanis Egerben a női floorball csapat Magyar Kupa selejtezőt játszott, és nagyon szépen szerepeltek a lányok, meglepő, talán még az edző is azt mondta, hogy meglepően jól teljesítettek ezen a bizonyos Magyar Kupa selejtezőn. Ez pedig azt jelenti, hogy mivel megnyerték azt a bizonyos selejtezőt, ott lesznek majd az elődöntőben, és mivel egy másodosztályú csapatot kaptak így az elősorsolás alapján, nagy valószínűséggel ismét majd a döntőben lesz az Esterházy Mejse Tigereger csapata a 2014-15-ös Magyar Kupa szezonban. Azt hiszem bevezetőnek ennyi elég is, úgyhogy nézzük az összefoglalót erről a Phoenix elleni meccsről. A floorball női Magyar Kupa küzdelmeire összesen 6 csapat nevezett. A sorsolás szerint a másodosztályban érdekelt Ares és az első osztályban szereplő Komárom kiemeltként egyből az elődöntőbe került, míg a másik 4 csapat, így az egriek is selejtezőt játszottak. Az Esterházy Mejse Tigereger együttesét a török bálinti Phoenix-szel sorsolták párba. A továbbjutás egy mérkőzésen dőlt el, amit Egerben játszottak. A 3 támadó és 2 védősorral felálló egriek már az első harmadban 3 gólos előnyre tettek szert. A lendület a folytatásban sem tört meg, a rutinos sor épp úgy lőtte a gólokat, mint a fiatalok. A végén 9-0-ás egri győzelemnek örülhettek a lányok. Érzik a lányok azért, hogy nem tökéletes. Most jól érezték magukat. Nem a meccsen szoktam, illetve a meccs után szoktam mondani nekik, hanem első edzésen akkor beszéljük meg mindig a dolgokat. Addigra mindenki belecsapódik. Az örömön túl is látják a dolgokat, hogy mi történt. Tehát tudják azért ők, hogy nem minden fenékig telj fel még. Javul a játékunk, az látható, és egyre jobban összeállunk. Most már a hiányzók is visszajönnek, a regek is vissza tudnak jönni, úgyhogy ilyen téren elégedett vagyok. Még nem tökéletes, de az lesz. Ebben a szezonban jól teljesít a csapat. A bajnokságban és a Magyar Kupában is veretlenek még az egriek. Az edző által is említett öregek alatt az egyetemistákat kell érteni. Közülük az egyik nagy visszatérő, Kretz Vera. Ahogy az a felvételeken is látszik, tavaly nyáron a svéd Kolpanas elleni mérkőzésen Sauna Makival párban futott a labdáért, amikor a palánkhoz érve rosszul lépett, elesett. Mint kiderült, térdszalag szakadás miatt nem tudta folytatni a játékot. A műtét és rehabilitáció után ebben a szezonban tért vissza. Azóta túl van az első gólon a bajnokságban is, de itt is betalált, ő lőtte az egriek 5. gólját. Előső keresztszalag szakadás volt, 2-szer műtöttek, egyszer Egerben, egyszer pedig Pesten, a plasztika volt Pesten. Augusztusban azt mondtam volna, hogy nagyon jó, tehát akkor bírtam kondival is, most is bírom, úgymond, valamennyire, de még biztos, hogy van bennem, és a lábam még azért határokat szab, tehát vizesedik, és nincs teljesen rendben, szóval még azt is veszegetem, azt a határt, hogy a lábam mennyire fogja bírni. És mennyit bírsz így akkor egy meccsből? Azt láttam, hogy szépen ugye a csatásor, van 3 csatásorotok, azt forgatjátok, cserélgetitek. Ezek a hirtelen mozdulatok mennyire mennek? Most már teljesen jól. Tehát amikor megbeszéltem az orvosom, hogy visszaállok, akkor nekem rögzítő volt. De rögzítő sem kellett volna, csak nekem fejben úgy dölt el, hogy én féltem pályára lépni. És azért kellett, és most letettem, és most teljesen megy a kitámasztás meg minden. Tehát nem félek már tőle egyáltalán. A bajnokságban messze a legkevesebb gólt az egriek kapták. Ebben a védelem mellett nagy szerepe van a kapus Kovács Zsófiának. Én nagyon szeretem, amikor elől van a labda, és nekem semmit sem kell csinálni. Viszont amikor hirtelen letámadás van, akkor nagyon oda kell koncentrálni, de mivel a védősor is most kifejezetten jó volt, így szerintem elég kevés helyzet volt, amiben szerepet kellett játszanom. Mert nagyon szerettem volna egy olyan meccset lehozni, ahol nem kapok gólt, múltkor is majdnem sikerült. De most szerintem a szerencse is mellettünk volt, de mindig azt mondják, hogy egy jó csapat mellé szegődik a szerencse. Ez nem csak a mi érdemünk, ez mindenki érdeme, tehát nem csak a Szandi, Liza, Vera páros vagy Vera hármas, de ez mindenki, tehát a kicsik nagyon oda teszik magukat és nagyon sokat fejlődtek. Nagyon jó ez a fajta
képzés, hogy úgy mondjam, hogy egy évet járnak edzésre előtte a nagyokhoz, tehát ott már beszoknak, nem itt ebben az évben, amikor már nekik meccsezni kell, akkor kell hozzászokni a játékon kívül ugye a többiekhez. Jól beilleszkedtek, jól érzik magukat, és ügyesen is játszanak tényleg. A legfiatalabbak, vagyis a Csikó sor két gólt tett be a közösbe, Pádár Kitti és Nagy Eszter révén. Az elődöntőben, idegenben, a másodosztályú Ares otthonában szerepel a csapat. A másik ágon Komárom, Neumann pillangók összecsapás lesz. Az egri lányok idei utolsó mérkőzése, bajnoki találkozó a Cartoon Heroes ellen, december 6-án, idegenben. Ugye ez azért már december 6-a elmúlt, erről a mérkőzésről is majd lesz szó a Sportmozaikban, de most más téma, kerekesszékes vívás, illetve hát nem csak kerekesszékes vívás lesz itt a téma a következő percekben, hiszen egy olyan fiatalembert ismerhetnek meg, aki nagyon sok minden sporttal foglalkozott már eddig életében, és most kerekesszékes vívással. Itt volt Egerben a Vívó világkupán is, nem is olyan régen, ebbe az évben kezdett a világkupa sorozaton is részt venni, és mivel Egri, bár Budapesten dolgozik, és az OSC-ben vív, ő attól még Egert képviseli, Báder Rihárdról van szó. Szervusz, Ricsi! Szervusz, sok szeretettel köszöntöm a nézőket is. Ricsi, mesélj nekünk, hogyan kerültél bele ebbe a sportágba, a kerekesszékes vívásba? Hát volt egy barátom, egy ismerősöm, aki előtte nagyon sokat vívott, ugyanúgy az OSC-nél, amit mondtad, és ő említette meg nekem, hogy Ricsi, nincsen kedved vívni, vagy hogy nem próbálnád-e ki ezt a sportágat. Mondtam neki, hogy hát már régebben is érdekelt az a sportág, és mondtam, hogy igen, és kipróbálom, és megnézem, hogy mit tudok benne. És ugye párbajtőr, ugye a lehetséges változatok közül a párbajtőrt választottam. Igen, igen. Miért? A párbajtőr az szerintem a legegyszerűbb formája a vívásnak, mert ott ugye megszúr, mert ha megszúrod, akkor találsz, és vagy megszúrod, vagy nem. Ugye a törnél ott videóbíró van, nagyon sok szabály van, amit be kell tartani, vagy hogyha nem úgy csinálod a dolgokat, akkor lehet, hogy visszanézik, és lehet, hogy elveszik tőled a pontot. A kardnál ott pedig, ugye, hogyha akarnék kardozni, akkor ugye figyelni kéne a csuklomra, meg hát ugye az egy másik műfaj, és az egyzőm azt mondta, hogy inkább a párbajtőt próbáljuk ki. Azért ahhoz, hogy Ricsi eljusson a kerekesszékes vívásig, még sok minden más volt előtte. Ugye Egerben. Honnan indultál, milyen iskolából? Egy kicsit itt a hátteredről mesélj nekünk. Hát igen, én izomgyengeséggel születtem. Ez gyakorlatilag azt jelenti, nem olyan, mint az izomsorvadás, hanem egy enyhébb válfaja Budapesten, majd utána ugye itt nőttem fölegerbe, a Dr. Kemény Ferenc általános iskolába jártam. Hála Istennek egy olyan iskola volt, ahol ugye nem különböztettek meg a többiektől, nem voltam elszegregálva az épektől, hanem ugyanúgy tudtam felnőni, mint egy normális épp fiatal srác. És ebbe a felnőniben mi minden fér bele? Milyen sportok? Mert azért azt tudom, hogy azt tudni kell, hogy Ricsi azért nagyon sok minden sportot kipróbált, mielőtt a kerekesszékás vívásra adta a fejét. Igen, régében meg most is azt tartom, hogy mivel a betegségem az egy olyan betegség, ugye, hogy nem olyan vészes, meg nem olyan durván romlik az állapotom, de viszont azért ugye fenn kell tartani magamat, és ugye kondícióba kell, hogy legyek minden nap, így hát nagyon fontos a sport. Világéletemben imádtam mozogni, akár kerekesszékkel, akár mankóval, akár hogyha nem volt alattam semmi, akkor is kúsztam, másztam. És az első sportág, amit kipróbáltam, az úszás volt, amit nagyon szerettem és nagyon megkedveltem. Pont a török fürdőbe tanultam meg úszni. És azért így a sport révén néhány helyre, egy-néhány helyre eljutottál már. Így van, így van. Hát az úszással igazából többször is országos bajnok vagyok, és hála Istennek sikerült kijutnom az Európa bajnokságra, ahol a negyedik helyzetet értem el Brunóba, a saját kategóriámban. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy megnyílt egy ilyen kis út számomra, és egy olyan gondolkodási
mellett, hogy úristen, hogy én ilyenekre képes vagyok, és meg tudom mutatni magamnak, hogy magamnak is, meg az embereknek is, hogy mire tudok, mire vagyok képes. És mire vagy képes, még New Yorkba is eljutottál. Igen. A maratonra. Igen, igen, a nyíregyházi tűzoltók minden évben visznek ki magukkal egy látássérültet és egy mozgássérültet a New York-i maratonra. Hála Istennek 2008-ban nekem is sikerült kijutnom erre a maratonra. Nagyon sok felkészülés igényelt, több mint 4-5 és annál több maratonon vettem részt. Nagyon sok kilométert tudhatok magam mögött, amit tényleg nagyon, az elején nagyon kénkeselves volt, mert azt hittem, hogy nem fogom tudni megcsinálni, mert hogy úristen, én mozgássérültként egy New York-i maratonra, ezt nem tudtam felfogni így agyilag, de viszont utána egy olyan tekeltem a kilométereket, és átkottant valami az agyamba, hogy neked ez megy. Neked ez megy, és menni fog, és sikerülni fog, és meg tudod oldani. És meg is csináltad. És meg is csináltam, teljesítettem, hála Istennek. Itt említetted, hogy amikor mankóval is mozogtál, illetve kerekesszékkel, tehát volt egyfajta átmenet, mikor, miért történt mindez? Igen, gyermekkoromban, hát amikor már megszülettem, akkor sajnos már több műtéten estem át, több mint 10 műtéten volt. Ezek ilyen korrekciós műtétek voltak a lábamba, a csípőmbe, kivettek csorokat, nagyon nehéz volt, úgymond a gyerekkorom. És hát ez, ahogy nőttem föl, ugye a gerincem egy kicsit feldőlt. Ez volt kb. 7. koromban, és akkor volt az, hogy el kellett, hogy döntsem a műtétem, a gerinc műtétem után, ami hála Istennek jól sikerült. Akkor volt az, hogy el kellett döntsem, hogy hideg élelmet viszek magammal az élelmiszerboltba, amikor megyek a bottal, vagy hogy a kerekesszéket választom, és ugyanúgy tudok közlekedni, és ugyanolyan gyorsan tudok, akár gyorsabb is tudok lenni, mint a többiek, és jobban tudom magamat érvényesíteni az életben. És akkor most fent dolgozol, és fent Budapesten sportolsz. Hol dolgozol, van, hogy dolgozol, milyen időbeosztásod van, mivel foglalkozol, és hogyan kerül képbe a sport, milyen gyakorisággal? Kérlek szépen, most Budapesten dolgozok a Nem Adom Fel alapítványnál, mint tréningszervező. Érzékenyítő tréninget szervezünk, és koordinálunk, és mint tapasztalati szakértő. Nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek megismerjék azokat az embereket, akik fogyatékossággal élnek, mert nagyon sok energiát, erőt lehet belőlük kapni. És pont ezáltal az érzékenyítő tréningek által, amit mi nyújtunk a Nem Adom Fel alapítvánnyal, ezáltal egy kicsit közelebb kerülnek az emberek a fogyatékossággal élőkhöz. És a sport? Az is egyfajta kapcsolatteremtő eszköz. A sport is egyfajta kapcsolatteremtő eszköz, így van. Azt mondom, hogy minél többet tesz magáért az ember, annál jobban jön át az, hogy mennyire energikus, mennyire van benne erő. És ez közvetíti a többieknek is, mások fele. Ez lehet a sport, lehet a munka, lehet egy jó karrier. Na és milyen sűrűn tudsz a vívással foglalkozni ott Budapesten, illetve az OSC-ben? Kik az edzőid, kikkel készülsz együtt? Ugye itt a világkupa sorozatban Egerben 2010 óta megy, azért már nagyon sok név ismerős lehet. Így van. Az országos szemmelyveszéletemnek a vívó szakosztályán edzek hetente 3-szor. Szomov Sándor edzőbával készülünk föl a versenyekre és a nagyobb világkupákra. Nagyon sokat segített nekem az életben is, meg a sport terén is. Nagyon sokat köszönhetek neki. De még, ha jól hallottam, Mató Gyula is a partnerek között van. Igen, Mató Gyulával is edzek, nagyon sokat segít nekem, és nagyon jó, hogy egy paralimpikon van mellettem, aki tud ezekben a dolgokban segíteni és fejlődni, ugye. És annál is inkább, mert te is szeretnél paralimpikon lenni. Így van, az egyik nagy vágyálmom az, hogy 2016-os paralimpiára, Rióba ki tudjak jutni, és minél több dolgot megpróbálok, és meg fogok tenni a cél érdekében, hogy minél jobb legyek, és minél jobban fel fogok készülni erre a dologra, meg beillettetésre. Ugye ehhez az első lépcsőfök, ahhoz, hogy valaki a Rió olimpiára, paralimpiára kijusson, kvalifikálni kell. A kvalifikációs rendszer vagy világbajnokságon, vagy a világkupa sorozaton keresztül lehet.
ugye már voltál Olaszországban, most itt Egerben, igen, legutóbb. Igen, igen. Milyen ebben a nemzetközi közegben versenyezni? Ez azért még neked új? Olyannyira új, hogy amikor legelőször felmentem a nemzetközi versenyre a Pástra, akkor csak az számított, hogy úristen, mennyien vannak itt mellettem, mennyien néznek, úristen, biztos valamit fognak gondolni rólam, hogy ez hogy vív kezdő, biztos, hogy meg fognak szólni. Nagyon féltem a Páston. Inkább az volt bennem, hogy arra koncentráltam, hogy most én félek, és nem a vívásra, de viszont nagyon nagy élmény. Egy olyan drukkot tud adni az embernek, hogyha ezt jól át tudja formálni az ember az agyába, akkor olyan energiát tud adni a víváshoz, hogy az minden, tehát átölel, megfelemel. Nagyon jó mentorod volt az első versenyen, ha jól tudom. A szobatársad például Osváth Ricsi volt. Így van. Osváth Ricsivel nagyon jól elbeszélgetünk, és nagyon jóba vagyunk. Nagyon szeretem, és nagyon kitűnő és kiváló sportoló. Úgy lehet, hogy mondhatni azt, hogy a példaképem is, mert nagyon sok mindent elért az életében, meg a sportkarrierében. Ahhoz képest, hogy ugye tudjuk, hogy volt egy balesete, és hogy milyen jól fel tudott állni belőlem. Na és ahhoz, hogy ezek a tervek meglegyenek, mi mindenre van szükség? Hát legelőször ambíció. Az ambíció az fontos. Az ambícióra legelőször is. De viszont hát ugye nem mindegyik sportolónak tud megadatni azt, hogy támogassák őket. Ugye a szövetség általában azokat a sportolókat viszik ki magukkal, akik ugye eredményeket hoznak, és ugye jól tudják csinálni a vívást, vagy akár a sportban jó eredményeket érnek el. Ez a kezdőknél abban a szempontból nehezebb, ugye, mert hogy ugye valahonnan el kell kezdeni a dolgokat, és meg kell magunkat, hogy mutassuk. És ez az út, ezen a szakaszon, ezen egy kicsit nehéz, mert hogyha nincsen ott valami háttér, aki egy kicsit lökjön előre, akkor ez az egész egy kicsit sokkal nehezebb. Uh-huh. Tehát ebben várja egyébként Ricsi, vagy szeretné Ricsi, hogyha lenne segítő is, hiszen hosszú az út jóig. Egyfajta szponzor, hiszen világkupa versenyeken kell részt venni, utazni kell, meg nem tudom a felszerelést, ki hogyan biztosítja. Van neked saját felszerelésed az OSC-ben, amit használhatsz edzésen, versenyeken, vagy hogy oldja meg ezt a szövetség, illetve a klub? Igen, gyakorlatilag hát kölcsön felszerelésem van, abban tudok vívni és edzeni is, de viszont ugye mindenki szeret egy saját felszerelést, aki tudja, hogy ott van, az övé, és akármikor elveti, gyakorolhat vele. Ezt ugye megint csak ugye szponzor segítségével tudnám úgy megoldani. Fent az OSC-ben, ugye Gyulát említettük, Mató Gyulát, kik azok, akik az edzéseken segítenek, akik veled szemben beülnek egy székbe, és gyakoroltok? Az OSC nagyon jó terep arra, hogy más emberekkel is, épp emberekkel is tudjak vívni, nem csak sérültekkel, és ezáltal minél több gyakorlatot tudok szerezni. Mató Gyula egy kiváló sportoló, ővel nagyon sokat szoktam edzeni, őtől nagyon sokat tanulok, és vannak épek is, és ők is beülnek a székbe, ugyanúgy a Páston beülnek a székbe, lekötözik magukat, és ugyanúgy vívunk. Melyik a jobb? Ha jobbkezes ellen vívsz, vagy ha bal? Ugye most itt van az én jobbkezem, te is jobbkezes vagy. Így kicsit van. Be is fordulsz. Így van, akkor így hogy jobb így támadni, védeni? Így van. Hát én igazából a védekezésből támadok, szóval, hogyha hátra megyek, te nyújtod előre a kezedet, akkor előre. Megfogom egy körszikszől a pengéret. Kiteszedés után benn is van a találat. Igen. De a balkezesekkel egyébként sokkal jobban szeretek vívni, mert ők ugye ott kívülről megkérdem őket, és akkor úgy tudok szólni. A találatokat neked hova kell, vagy hova kell bevinned, hogy meglegyen? Ugye láttam ott olyan hórihorgas embereket is a világkupán, akik nem elég, hogy magasak, a kezük is hosszú. Így van. Mivel, hogy én most úgymond rövid kezű vagyok, így hát úgy kezdtem, hogy belga markolattal kezdtem. Nagyon ügyes voltam vele, mert tényleg sokkal könnyebb
egyfajta stabilitást ad a pengének, mert ugye a pengét az az alkalomnak a meghosszabbítása. Így van. És ezt a francia markolató, és ugye a belga markolató pengével nagyon-nagyon meg tudod fogni, és nagyon szilárd lesz az egész. Sokkal erősebben tudod megfogni az ellenfél pengét. De viszont mivel nekem ugye rövidebb volt a kezem, mint az átlag, így hát azt mondta az edzőm, hogy neked Ricsikém, neked francia markolató penge kell. Uh-huh. És igen, erőltetve is, de viszont francia markolató pengével érzem magamon, hogy sokkal jobban tudok támadni, és sokkal ügyesebben, mint ha nem tudom, hogyha fogsz egy ceruzát, és elkezdesz rajzolni egy kört, akkor hogyha egy ilyen hosszúkás valamit fogsz meg úgy, akkor sokkal az könnyebben tudod, precízebben és szebben tudod írni a köröket. Ugyanez van a francia pengénél is, mert hogy azzal sokkal kisebb íveket tudsz leírni. És mire támadsz akkor így? Az ellenfél testfelületére. Így van. Hát mivel még mindig ugye nagyon fontos a távolság a kerekesszékes vívásnál, mert ugye ott nem az van, hogy mint a rendes vívóknál, hogy felállnak egy pástra, és akkor futkároznak össze-vissza, hanem van két kerekesszék, van egy pástratuk, ami a székek azok le vannak rögzítve. Így van. És a távolság, most ugye a tested a távolság. Ahogy mozogsz, úgy tudsz találati felületet adni, vagy kapni. És akkor neked így, ezzel a francia pengével, ugye változatlanul azért rövidebb a karod. Az eltalálható felületek így neked kisebb, nem? Igen, leredukálódik gyakorlatilag a találati felület a csuklóra, a penge mögé. Akkor egy precíziós vívást kell neked csinálni. Így van. Ahol van az ellenfélnek a csuklója, ott csak ott kell dolgoznom, és ott kell tartanom a hegyet, és úgy kell szurkálnom. Na, eddig eredmények milyenek voltak így a nemzetközi porondon? Olaszországban volt az első. Igen. Most Strasbourg az EB? Melyiket vegyük? Olaszország volt az első. Hát ott volt a világkupa, az első világkupám, ott kategorizáltak be B kategóriába, mivel ott még nagyon kezdőnek számítottam, így hát a legvégén, úgy a vége felé helyezkedtem el, és igazából itt az a folyamat játszódott le, ahogy edzőm is mondta, hogy igazából nem az eredményt kell nézni most így még. Szokni a környezetet. Így van, szokni a környezetet. Az EB-n már egy sokkal magabiztosabban tudtam kiállni, de még mindig félve, ott már meglátszódott az eredmény, mert az első húzó benne voltam, ami ez egy eléggé szerintem magamtól is szép teljesítmény. És most itt Tegelben tudatosult az, hogy nekem mi a feladatom, és hogy mit kell csinálnom, miért is vagyok itt. Nem az edzőmnek kell teljesítenem, hanem magamnak, mert én vívok, én csinálom meg az eredményeket, és itt is fel meglátszódott az eredményemen, hogy eléggé jól ki tudtam hozni magamból minden olyan dolgot, amit kellett. Amit szerettél volna. Igen. Mi lesz a következő, vagy milyen versenyek vannak előtted? Ugyanúgy vannak világkupák. Most a legfontosabb dolog az, hogy felkészüljek. A felkészülés, az edzésre járás, az, hogy én mindenféleképpen tudjak elmenni akár egy edzőtáborba, a felkészülés. Ugye jövőre is vannak világversenyek. Jövőre többek között a világbajnokság. A világbajnokság, ami itt lesz Egerben, hála Istennek, és itt jövőre már úgy szeretnék bemutatkozni, hogy már teljes előbb bedobással és mindent oda teszek. Ezen kívül más? Mondjuk ugye mondtad az OSC-t, hogy az OSC-nél gyakorolsz. Budapesten még az Újpest és a törekvés olyan, ahol több kerekesszékes is gyakorol, akik itt voltak a világkupán. Hozzájuk át lehet menni, csináltok ilyen találkozókat. Igen. Hogy működik ez nálatok? Vannak ilyen, hát úgymond ilyen felmérők, hogy megnézik az embereket, hogy hogyan is áll a mezőny, áll a csapat most, hogy nagyjából... Tehát A kategória, B kategória, párbajtőr, tőrkard, minden. Így van. És ugye megnézik, hogy ki hogyan áll, milyen szintre van fejlődve. És hogy volt egy ilyen most, nem tudom, kb. Egy hónappal ezelőtt Pesten, és akkor én voltam a legjobb B kategóriás. A párbajtőrben, így van. És hogy akkor sikerült legyőzöm a többi B kategóriás embert, aki szintén vív. Tehát ilyen folyamatosan lesz?
következő van, évben decemberben is. Is lesz, most még egy karácsony előtt, ott is majd, most vasárnap lesz egyébként. De hogy érzed, mostanában a kerekesszékes vívásban én legalábbis így 4-5 év távlatából, úgyhogy általában a világkupa versenyeket látom, kik vannak itt, hányan vannak itt, nekem úgy tűnik, hogy fejlődés van. Létszámot és a minőséget illetően is. Hála Istennek egyre több ember találunk meg, akik szeretik ezt a sportágot űzni, vagy szeretnék kipróbálni magukat ebbe a sportágba. Az ország minden pontjáról, Nyíregyháza, Debrecen, Békés Csaba, folyamatosan jönnek az új arcok, az új emberek, akik szeretnék magukat kipróbálni ebbe a sportágba, de hála Istennek ez a jó egyébként, mert hogyha nincsen, már Magyarországon belül nincsen egy olyan selejtező, hogy igenis én ki akarok menni és meg akarom csinálni, akkor ugye nem lesz olyan minőségű a vívás. De hogyha van sok ember, és már egymás között is tudunk harcolni, hogy ki legyen ott kint, akkor már egy minőségibb dolgot tudunk nyújtani magunknak is, meg az embereknek is. Egerbe egyébként milyen sűrűn szoktál hazajönni? Hát, meg a régi iskolatársakkal találkozni. Egerbe, mivel a munkám nagyon változó, és a héten nem tudom, hogy pontosan mikor milyen munkám van, így valamikor egy hónapban egyszer, valamikor kétszer, valamikor sűrűbben haza tudok jönni anyukámhoz. De viszont most így az ünnepekre, hogy egy kicsit tudjak segíteni anyukámnak is anyagilag, így haza költöztem így Egerben egy hónapra, de viszont majd január vége fele vissza szeretnék költözni Pestre. Újra indul a verké. Addig igen. Nem jársz revívni, vagy nem próbálod ki itt is Egerbe? Tudom, hogy itt nincs pást, hogy nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy nincs. Igen. Olyan speciális. Nem tudom, de lehet, hogy meg fogom nézni, sőt szerintem biztos, hogy el fogom megnézni, hogy megnézni, hogy milyen egy vívás edzés Egerbe, és hogy megnézni, hogy az egri emberek hogy csinálják ezt. Köszönöm szépen, Ricsi. Reméljük, hogy felkeltettük a figyelmet, azt szeretnénk, ugyanis Ricsinek nagyon tiszteletre méltó céljai vannak, és ugye segítséget vár, hát ha lesznek olyanok, akik ebben vagy ennek a célnak az elérésében segítenek benne. Én remélem, hogy így lesz, Ricsi. Mert Ricsi egyébként tényleg megérdemli. Ezt nyugodtan mondhatom. Köszönöm szépen, Ricsi. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, a folytatásban pedig nézzük, hogy mi minden történt a hétvégén, ugye, és ebben az összefoglalóban az a bizonyos Cartoon Heroes elleni floorball meccs is benne lesz, amit említettem az előző bejátszás végén. Az elmúlt hétvége a vízilabda magyar kupa döntőről szólt, amit Szentesen rendeztek. A Cetefeger férfi együttese a Szolnokkal került egy párba az elődöntőben. 10 perc után, vagyis a második negyedben született az első gól a szolnokiak révén. Később sem láthattak gólzáport a nézők, de összességében egyel megint jobb volt a tiszaparti alakulat. A Cetefegernek így maradt a bronzérem a magyar kupában. Szombaton 18-15-től bajnoki találkozó következik, méghozzá a harmadik helyen álló FTC-vel szemben. Egri győzelem esetén helyet cserél egymással a két csapat. A Cetefeger női OB1-es csapata is bejutott a női magyar kupa Szentesi 4-es döntőjébe. Az elődöntőben a bajnoki listavezető Újpest volt az ellenfél, akik igazolták is a papírformát, miután 7 góllal legyőzték az egri lányokat. A fiúkhoz hasonlóan itt is bronzérmes lett a Cetefeger EKF. Szerdán 19 órától fontos bajnoki következik az egri lányoknak, ekkor ugyanis a szintén 2 pontos Szegedet fogadják a Bicskeiben. A férfi vízilabda OB1B 8. fordulójában a Tatabánya vendége volt a főiskolás csapat. Az egriek 4 gólos vereséget szenvedtek a helyi vízműtől. Szombaton az idei utolsó bajnokin az utolsó helyezett Hódmezővásárhelyt fogadják a Strand fedett medencéjében. 12 meccs, 12 győzelem, imponáló mérleggel büszkélkedhet az SBS Eger Eszterházi NB1B-s férfi kézilabda együttese. Ezúttal a Balassa gyarmati Kábel vendégeként győztek Halászék 5 góllal. Ezzel egyébként már őszi első a csapat. A 13. fordulóban hazai pályán igazi rangadóval zárul vasárnap 18 órától az őszi szezon. Ekkor ugyanis a második helyen álló FTC-t fogadja az Eger az Eszterházi csarnokban.
A női floorball bajnokság 9. fordulójáig tartott a lendülete az egri lányoknak. A hétvégi Cartoon Heroes elleni idegenbeli bajnokin megszakadt a hosszú veretlenségi sorozat. A mesehősök Takács Barbara vezérletével 13-4-re nyertek az egriek elleni rangadón. Vereség ellenére továbbra is az élen áll Leitner Tamás csapata. Oda a hazai veretlenség. A tabella közepén elhelyezkedő csapatok összecsapását a vendég Békés nyerte Egerben. Főleg a harmadik negyedben kihagyott sok egri helyzetnek köszönhető, hogy a vendégcsapat 13 ponttal győzött a Leányka úti csarnokban. Szerdán Salgótarjánban játszik az Eger. Az egri Áfész NB-s bajnokságban szereplő asztali tenisz csapatai közül egy sem kapott ki ezen a hétvégén, pedig összesen 5 mérkőzést játszottak a csapatok. Az NB1-es nők ezen a hétvégén kétszer léptek pályára, mindkétszer nyertek az Őrbottyán és az Univer Csengőd ellen. Az NB1-es férfiak 11 hétre győztek az Univer Kecskemét ellen, az NB2-es együttes döntetlent játszott a Nyírbátorral, míg az NB3-as csapat 14-4-re nyert a Salgótarján Mátraszele ellen. A női röplabda NB2-ben a 9. fordulóban a 2. Kecskemét gárdáját fogadta a Vix Agria RC Eger együttese. A verebélyi Tünde személyében újoncot is avató egri lányok majdnem meglepték a vendégeket. Az első játszmában 23 pontig jutottak Benedekék, majd a harmadikban szinte végig vezettek. A végjátékot 27-25-re bukták el. 3-0-ra nyert a Kecskemét. Az idei utolsó bajnoki vasárnap idegenben a házi Rínyi vendégeként lesz. A felnémeti teremlabdarúgó bajnokság harmadik fordulója után már csak 200%-os csapat van. A címvédő Lovas étterem és az újonc Eger Szólát. Előbbi 1-0-ra nyert a jól küzdő egri honvéd ellen, míg a szólátiak a másik veretlen Univéi együttesét győzték le 4-2-re. A felnémet győzelmével feljött a harmadik helyre, a Protek Hangácsi pincészet pedig a negyedikre. A következő játéknap december 14-e vasárnap. A mérkőzés sorozat 14 órakor az Univé Komfort összecsapással kezdődik. Kedves nézőink, ez volt az Agria Sport. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét friss hírekkel, érdekességekkel. Addig is a viszontlátásra.